Hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került az Észak-Békés megye nyugdíjas egyesületeit érintő nagy nyugdíjas baráti találkozó, melynek idén a Szekhalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület volt a házigazdája. 11 településről mintegy 13 nyugdíjas egyesület vett részt az eseményen. Hegyesi Zsuzsanna, a Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke üdvözölte a jelenlévő nyugdíjas egyesületeket, majd egy-egy emléklapot nyújtott át a nyugdíjas egyesületek vezetőinek. Őt követte Macsári József, Szekhalom város polgármestere, aki ünnepi gondolataival köszöntötte a jelenlévőket. Szenka Páné, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Békés megyei elnökasszonya is szót kért, szeretettel köszöntött mindenkit, majd az idő múlásával kapcsolatos gondolait osztotta meg a hallgatósággal. Tisztelt jelenlévők! Elődeink évek óta májusban tartanak ilyenkor nyugdíjas baráti találkozót. A mi Búzavirág Nyugdíjas Egyesületünk ezt a hagyományt átvette, és azóta is Észak-Békés nyugdíjas egyesületeit ilyenkor május elején hívjuk meg erre a kedves rendezvényre. Tisztelettel köszöntöm a mai rendezvényünk valamennyi résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm Szekhalom város polgármesterét, Macsári Józsefet és kedves feleségét. Köszöntöm a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Békés megyei elnökasszonyát, Szenka Páné Erzsikét. Köszöntöm az Észak-Békés megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületének elnökasszonyát, Jónás Sándorné Juttát. Valamint köszöntöm Szekhalom város önkormányzati képviselőjét, bizottsági elnököket, Elek Ferencné Julikát, Bartis Mártont és Kovács Tibort. Szeretettel köszöntöm barátainkat. Megint úgy megyek sorba, tudjátok, ABC szerint a Bélmegyeri Rózsa Nyugdíjas Klub jelenlévő tagjai, és mivel a januári értekezeten úgy döntöttünk, hogy takarékossági okok miatt sok mindent nem teszünk meg, amit eddig megtettünk, így egy emléklap abból nem volt kizárva, úgyhogy ha megtennéd egy emléklapot, vegyél már át tőlünk szeretettel. Szeretettel köszöntöm a Bucsai Alkony Közhasznú Egyesület jelenlévő tagjait, szeretettel, külön szeretettel Évikét, aki segített a mai rendezvényben, és köszönöm, hogy eljöttetek, Évike. Nagyon szívesen. Mindig szívesen jövünk is. Köszönjük. Katitól kapom meg az. Köszöntöm a Dévabányai jelenlévő nyugdíjas társaimat, nagy szeretettel Őszi Nyakfény Nyugdíjas Egyesület vezetője, Vasas Imre. Köszönjük, hogy eljöttetek, Imre. Ecsekfalvi Nyugdíjas Egyesület következik, a Harmónia Nyugdíjas Klub, Erős Istvánné Julika, nagyon köszönjük, Julika, hogy itt vagytok, és természetesen mi is megyünk a ti rendezvényetekre egy hét múlva. Így van, ott leszünk. Füzes Gyarmati Életet az Évek Nyugdíjas Klub következik. Egy kis emléklapot vegyetek át különünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Füzes Gyarmati Hóvirág Nyugdíjas Klub, Nagy Jánosné Erzsikét köszöntöm szeretettel és a kedves nyugdíjas társaim. Gyoma Endrődi Őszidő Nyugdíjas Klub, Pap Jánosné Évike. Köszönjük, Évike, hogy itt vagytok. Körösadányi Őszikék Nyugdíjas Klub, Cóhel Józsefné Jutka, várunk szeretettel, és köszöntük a csapatot.
Körös Tarcsa, Gyarak Imre és kedves csapata. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Körösújfalu, Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület, Urbán Jánosné és kedves nyugdíjas társaim. Vésztő Barátság Nyugdíjas Egyesület, Püspöki Mihályné, Manyi helyet átveszed. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és itt vagytok velünk. Vésztő Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete, Szarvas Józsefné, Irmát várjuk ide. Fogadjátok szeretettel ezt a szerény kis emléklapot. Vésztő Őszidők Nyugdíjas Kuptól, Bedő Lajosné, Margitkát várjuk. Köszönjük szépen. Valamint köszöntöm nagyon nagy szeretettel a Szekhalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület tiszteletbeli elnökét, akik itt van közöttünk, Nagy Istvánné Kati nénit. Kati néni, puszidunk szeretettel. Köszöntük a Sári TV munkatársait, örülünk, hogy minden alkalommal itt vannak a rendezvényünkön. Hálásak vagyunk a segítségükért. Továbbá zenekarunkat, állandó zenekarunkat, Hédi Gyusziékat, Mendel Tomit és a segítségüket. Köszönjük a Hinni Panziónak, hogy minden évben helyet biztosít a mi rendezvényünkre, hiszen ilyen nagy létszámmal nem tudunk a városba hova menni. Valamint végül a saját csapatomat köszöntöm nagy-nagy szeretettel, a Szekhalmi Búzavirág Egyesület valamennyi tagját. Tudjátok, ez a rendezvény, mint említettem, hagyományos. Ilyenkor mindig nagy örömmel várunk, fogadunk mindenkit, és természetesen egy évben egyszer mindenhova mi is ellátogatunk. Remélem, hogy ez a kapcsolat nagyon sokáig tart Észak-Békés Nyugdíjas Egyesületek között, hiszen a mostani rendezvényünken 13 nyugdíjas egyesület és klub fogadta el a meghívásunkat, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok közöttünk. Reméljük, hogy ez a mai nap nagyon jól fog eltelni. És most átadom a szót városunk polgármesterének, aki néhány szóban köszönti a jelenlévőket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy Zsuzsi elmondta, nagyon örülök annak, hogy 13 egyesület elfogadta a meghívást, és ugye vannak települések, ahonnan több nyugdíjas klub is eljött a mai rendezvényre. Én nem tudom, hogy összességében hány meghívó ment ki, de lehet, hogy kevés lenne már a Hídi Panzió is, ha mindenki elfogadná a meghívást, és teljes csapattal jönne. Nagyon jó újra látni a régi arcokat, bár most többen hiányoznak a Szekhalmi Egyesület tagjai közül is, hiszen a Sáriti Népdalkörrel programuk van. Én nem tudom, hogy hogy van ez más településeken, de amit én látok itt Szekhalmon, csak a köszönet hangján szólhatok az egyesületről. Nagyon, nagyon sokszínű és aktív a mi egyesületünk. Ugye azért hiányoznak ma egy páran, mert egyébként a Sáriti Népdalkör tagjai. De önmagának az egyesületnek is van egy nagyszerű népdalköre, és nagyszerű eredményeket értek el. Ugyanakkor van egy tánckar is, a tánckarral is szép eredmények értek el megyeszerte, és hát több mint fél évszázada ez a Szekhalmi Nyugdíjas Egyesület ilyen aktívan működik. Én tudom, hogy mindig számíthat a város valamennyi rendezvény a nyugdíjas klub tagjaira, és december 28-a óta egy kicsit közelebb kerültem a nyugdíjas egyesületekhez. Nyilván azért, mert bizonyára sokan vannak itt nagymamák, nagypapák, dédnagymamák, dédnagypapák, és tisztelettel köszöntöm, ha vannak ők nagymamák, ők nagypapák. December 28 óta én nagypapa vagyok, és egyre inkább... Nagyon szépen köszönöm a kisunokám nevében is, és egyre inkább érzem azt a fajta érzelmet, amit eddig nyilván, amíg nincs az embernek unokája, nem tud átérezni. Gyermekeink voltak, de ez az öröm egész másfajta számunkra is.
Én azt kívánom önöknek, hogy nagyon jól érezzék ma itt Szeghalmon magukat. Ha véletlenül kicsit elnyúlna a mai találkozó, és megkezdődnek a ladakrosz edzései, oda is ki lehet látogatni a Füzesgyarmati út mellé, de holnap lesznek majd a futamok. Még egyszer megköszönöm a Szeghalmi Egyesületnek a szervezést, hogy ilyen szép nagy csapatot sikerült ma meghívni és vendégül látni Szeghalmon, és még egyszer mindenkinek nagyon jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok. Köszönjük szépen polgármester úrnak kedves szavait, most pedig a megyei elnök asszonyunk Szrenka Pálnékért szót. Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel köszöntsek mindenkit a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége nevében. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr, kedves vendégek, kedves nyugdíjas társaim. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Ahogy polgármester úr is említette, nem kis munka egy ilyen rendezvénynek a megszervezése, de annyira jó, hogy barátságban együtt tudunk lenni, és tényleg nagyon jó barátok, jól érezzük magunkat, jókat beszélgetünk. Én most egy kicsit előbb Zsuzsának átadom a virágot, jó? Anyák napja is volt, mindenkinek nagyon boldog anyák napját, nagymamák napját, dédmamák napját, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok ez alkalomból is. És Zsuzsának is nagyon szeretném megköszönni, és a Búzavirág Egyesület minden tagjának, az énekkarnak, a táncosoknak azt a segítséget, amit a megyei szövetségnek adnak, és azt a munkát, amit a megyei szövetségnél végeznek. Úgyhogy kívánjuk, hogy nagyon soká végezze tovább Zsuzsa is ezt a munkát, és rajta keresztül köszönöm mindenkinek. És most rövid leszek, és kicsit rendhagyó, de egy pici türelmet fogok kérni. Én félre szoktam rakni, hogyha nyugdíjakkal kapcsolatban, nyugdíjasokkal kapcsolatban találok valami nagyon jó cikket, vagy valami jó írást. És ez, amit én most megtaláltam, szerintem csodálatos, és nagyon, nagyon ránk illik, hogy mit teszünk azért, hogy jól érezzék magukat az embertársaink, és méltó időskort éljenek meg. Tehát barátságban az idővel. Valószínűleg sokan emlékeznek a régi slágerre, miszerint nem csak a 20 éveseké a világ. E Butácska dal örök érvényű igazságot fogalmaz meg. Az idő akkor is ballag a maga útján, ha harcolunk vele, ha háborgunk, vagy kétségbe esünk miatta. De vajon barátokká fogadhatjuk-e néha a kegyetlennek látszó időt? E sorsokat foglalkoztató kérdésre kerestük a válaszokat. Vesztességből nyereség. Egyik ember képes elfogadni önmagát, hamvas fiatalsága lejárta után is, a másik szinte belehal. Miért látni oly gyakran természetellenesen átszabott női arcokat? Valószínűleg nem kilóink vagy carkalábaink száma, hanem lelkünk állapota határozza meg, miként viszonyulunk a korunkhoz. Tagadhatatlan, hogy az évek múlásával sok mindent vesztünk a fiatal állapotunkhoz képest. Szépségben, mentális képességekben, reményekben, vágyainkban. Mondta ez Bagdi Emőke, az ismert pszichológus. Kiváló könyve a Pszichofitness, hallatlanul népszerűvé vált, és számtalan internetes bejegyzés bizonyítja, hogy a tanácsait kacag, kocog, lazíts, érint, segíts, sokan megfogadják. Hát mi vagyunk ezek szerintem. Elsősorban azok, akik felismerik, a vesztességből nyereséget is kovácsolhatunk. Ha rájövünk, hogy életünk során mindennek megvan a maga ideje. A fejlődésünk szakaszokból áll, és így idősebb korban is találhatunk célokat. 40-50 felett talán még fontosabb tisztázni, hogy kiért, miért élünk, mint 20 évesen. Igaza van Madács Imrének abban, hogy az ember célja a küzdés maga. De ezt az alapigazságot kiegészíthetjük azzal, az ember célja, hogy adjon a másiknak. Akár lelkileg, akár anyagilag, lényeg, hogy az ne rólunk szóljon, hanem a mások szolgálatáról. Hát ezért mondtam, hogy ez nagyon ránk illik. Erre általában akkor vagyunk képesek, amikor már nyugodtan fel tudjuk mérni, mit értünk el eddig. E korábbinál bölcsebb életszakaszban arra is rádöbbenhetünk, hogy szegényen is lehetünk nagyon gazdagok a kapcsolatainkban és a családi életünkben. Viktor Frankl, a kiváló pszichoterapeuta,
szerint annak lesz szép az idősödés folyamata, aki sokat gyűjtött be korábban az életcsőrbe a maga munkájával. Folytatja Bagdi Emőke, majd szóba hozza az elmúlást is, ami sokakat késztet a korábbinál bölcsebb, filozófikusabb gondolkodásra, és arra, hogy nagyobb figyelemmel forduljanak embertársaik felé. Mert igaza van Albert Schweitzernek, a fiatalság mércéje, ezt elmondom és be is fejezem. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota, az akarat és képzelőerő, az értelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a jó lustaságon. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség, mint hosszú évek, amelyek nem csak a testet húzzák le a földporába, hanem a lelket is. Az ember akár 16 éves, akár 66 csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén, nem fél a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal várja, mi lesz holnap, szabad örül mindennek. Olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed, fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. A nagyság, az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit. Ja, addig vagy, amíg befogadod, fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a messzeség, a nagyság, az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit. Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermeszte szévedet. E rövid gondolatok után, rövid, már hosszú is voltam, mindenkinek a mai napra nagyon jó szórakozást szeretnék kívánni, és az ebédhez majd jó étvágyat. Köszönöm szépen! A népszerű karcagi nótaénekes Korostyák Gyula és kísérője következett, aki egy nótacsókorral készült a találkozóra. Az ismert dalokat többen vele együtt énekelték, dúdolták, tapsolták az ütemet. Remek hangulatot teremtett a megvendégeléshez. A finom falatok elfogyasztása után a nap végén az MHM zenekar játékára többen táncra is perdültek. Rendkívüli hangulatban telt a nap. Kívánjuk az egyesületeknek, hogy a jövőben még számtalan hasonló rendezvényt éljenek át együtt. Túlságos a hírta, a lóvéja megírta.